Kacor király. Volt egyszer egy szegény öregasszony, s annak volt egy macskája. Ez a macska olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, fogta a seprűt, s mondta neki. ki akarodja házamból, fel is út, le is út, többet ide beneted a lábadat? No, szegény macska mehetett világgá. Mikor aztán egy hídhoz ért, látja, hogy ott üldögél egy róka. Szépen oda settenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, hogy mi lehet, ilyen állatot még nem látott. Mind a kettő megijedt a másiktól. Ki légyen az úr? Mit? Hát te nem ismersz engem? Tudd meg, hogy én vagyok kacor király minden állat fél tőlem. Eny, eny, igazán szígyellem, hogy még a híredet se hallottam. És a róka egyszerűbe meghívta nagy tisztelettel kacor királyt. Legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúthús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle. Egyék felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon. Mikor aztán az ebédnek vége volt, a róka ágyat vetett kacor királynak, s kacorkirály király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa az ő nyugalmában. Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tudod, hogy nála alszik kacor király, ha felébreszted vége az életednek. Hát te hova szaladsz, talán bizony a kopók kergetnek? Jaj, ne is kérdezze, medve bátyám uram! A rókakoma háza előtt jöttem el, s azt mondta rókakoma, hogy szaladjak, mert kacor király van nála szálláson, s ha felébreztem, vége az életemnek. Mm hmm, Na hallod, öcsém, sok országot s világot bejártam, de kacor királynak még a színét sem láttam. No, csak azért is meglátogatom rókakomát, hadd lám, ki az a kacorkirály. király. Jaj, lelkem, medvekomám, ne jöjjön erre, mert ha királyt felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is. De bezzeg megijedt a medve is, meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha király felébred, s elindul az erdőben? Mondok én valamit, álljunk össze, ahányan vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, s hívjuk meg kacorkirályt. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek rókakomához, meghívom kacor király ő felségét. Jól van, mindjárt bemegyek, és megnézem, hogy felébredte már kacor király, s elmondom a kívánságotokat. Felséges királyom, itt van egy varjú. Minden rendű és rangú állatok küldték ide, hogy meghívja felségedet vacsorára. Kacor király megpödörte a bajuszát, s mondta rókakomának. Jól van, mehetsz, mondd meg a varjúnak, hogy elmegyek. Estére kacor király is neki készülődött, jó hegyesse kipödörte a bajuszát, s elindult róka komával vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, és úgy mutatta az utat, de nem mert leszállni a földre, hanem egyik fa a másikra repült, és úgy károkta. Erre, erre! Az állatok egyszerre meglátják kacor királyt, amint jő rókakomával. komával. Jaj, jaj, ott jő kacor király még felszúr a bajuszára. Hát, ahány állatot volt, mindannyira ki nába szállt a bátorsága, s azzal nekíramodtak, szaladtak, a voltak annyi felé. Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.